Kedves nézőink, ma a forró lábfürdőt szeretnénk bemutatni. A forró lábfürdő egyik legegyszerűbb és legsokoldalúbb kezelés. A forró lábfürdő során, ahogy a nevébe is benne van, a lábakat vízbe mártjuk, úgyhogy a bokát is ellepje. Különleges hatásai vannak egy ilyen egyszerű régi kezelésnek is. Például kitágulnak az erek a lábban, és megszűnik a vértorulás a mellkasban, a medencében és a fejben. A forró lábfürdő hat a központi idegrendszerre is, olyan formán, hogy megemeli a testhőmérsékletet az egész testünkben. Segíti a verejtékezést, ellazít és csökkenti a fáradtságot. De mire is használjuk konkrétan ezt a kezelési módszert? Alkalmas a megfázás tüneteinek az enyhítésére, influenza esetén alkalmazható, orvérzés megállítására, torokfájás esetén, kihűlésre esetén, hogyha téli időszakban valaki nagyon átfagyott, kihűlt, ilyenkor a test felmelegíthető ezzel a kezeléssel, fülfájás enyhítésére. Előkészít további kezelésekre, vannak olyan kezeléseink, amelynek része, egyik része a forró lábfürdő, de enyhíti a magas vérnyomást, fejfájásnak a tüneteit, különösképpen igaz ez a migrénes fejfájásra, hasi fájdalmakat is enyhíti a kezelés. Mint ahogy minden kezelésnek, ennek is vannak ellenjavallatai, amikor nem tanácsos alkalmazni. Ilyen az inzulinfüggő cukorbetegség, az alsó végtagok érelmeszesedése, a lábfej vagy a teljes láb érzéketlensége. Természetesen öntudatlan állapotban sem javasoljuk ennek a kezelésnek az alkalmazását, mint ahogy a többi kezelésre is ugyanez érvényes, hisz ebbe az esetben a beteg nem tud visszajelezni. Tehát ne alkalmazzuk ilyen esetben ezt a kezelést. Most tekintsük át, hogy milyen eszközökre van szükségünk a forró lábfürdő szakszerű elvégzéséhez. Először is szükségünk van egy lábkádra, ez lehet egy nagyobb lavór vagy vödör, amit vízzel töltünk fel. A víz hőmérséklete változó, de mindenképpen 40-41 fok fölötti legyen, olyan mértékű, amit még a beteg el tud viselni. Szükségünk lesz egy forró vizes kancsóra, egy nagy lepedőre, egy takaróra, három törülközőre, egy tárra, amiben jeges vizet töltünk, és egy mosdókesztyű a jeges vízhez. Készíthetünk még egy vízhőmérőt is a víz hőmérsékletének ellenőrzéséhez, és esetleg a kezelést még kiegészíthetjük egy teáskanálnyi őrölt mustármaggal, amit a vízbe fogunk majd tenni. Most tekintsük át a kezelésnek a menetét. Először is készítsük elő a helyiséget a kezeléshez. Ez lehet egy fürdőszoba vagy egy nappali szoba. Teríthetünk egy nagyméretű nejlont először a földre, hogy megvédjük a padlót és a bútortatót a kicsapódó víztől. Ehhez a kezeléshez szükségünk lesz egy székre is, egyenes hátú szék lehetőleg, amire először is ráterítjük a plédet, a takarót. Erre a takaróra pedig ráterítjük a lepedőt olyan formán, hogy a szék előtt éppen elérje a padlót a takaró és a pléd is. Most terítsünk a padlóra egy vastag törülközőt, hogy megóvjuk a forró víztől. A hőérzet fokozására tehetünk őrölt mustárt a vízbe. Ezután a beteget ültessük a székre, és a lábát tegyük a vízbe. Majd borítsuk be először a lepedővel, azután a pléddel. A lábfürdő fölött is, úgyhogy a levegő cirkulációját elkerüljük. Majd egy törülközőt helyezzünk a nyak köré, hogy szorosan tartsa a helyén a plédeket, és felszívja a fej és az arc izzadságát. Néhány perc után, amikor azt látjuk, hogy a beteg izzadni kezd,
a homlokra helyezhetünk hideg borogatást, és a reakció tetőpontján cseréljük 2-3 percenként. Vigyázzunk arra is, hogy időnként adjunk forró vizet a lábfürdőhöz, hogy megtartsuk azt a hőmérsékletet, amit a beteg el tud viselni, hisz érthető módon a vödörbe lévő víz egy idő után hűlni fog. Folytassuk a kezelést 20-30 percig, de lehet a kezelés időtartama akár egy óra is. Hogyha azt látjuk, hogy a beteg folyamatosan izzad, itassunk vizet vele. A kezelés befejezésekor egyik kézzel emeljük ki a lábakat, és öntsük le jeges hideg vízzel. Ügyeljünk arra, hogy a sarkat és a talpat is érje a hideg víz. Ezután alaposan töröljük le a bőrt, különösen az ujjak között. Ha van rá lehetőség, ellenőrizzük a vérnyomást. A kezelés után tanácsos egy kis pihenő, fél órát, egy órát lepihenhet a beteg. Az izzadás ilyenkor tovább folytatódik, majd ezután célszerű lezuhanyozni, hogy megtisztítsuk a testünket a izzadságtól. Ennyiből áll tehát a forró lábfürdő. Köszönjük a figyelmet!